itthon Erdélyben. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Báku megyei Gyímesbükre kalauzoljuk hallgatóinkat. A település községközpont Csíkszeredától 32 kilométerre északkeletre a Tatrós felső szakaszán a Gyímesszoros alsó kijáratánál fekszik. 1600-ban Gyímes néven említik először. 1910-ben 6298 lakósa volt, ebből 4373 magyar, 1725 román és 109 német. Ma hivatalosan alig több mint 50%-a a lakosságnak vallja magát magyarnak. Évente nagyon sok turista keresi fel Gyímesbükköt. Látnivalói közt többek között az 1626-ban épített Rákóczi vár romjait, a történelmi Magyarország legkeletibb 35 számú vasúti őrházát és Antalné Tankó Mária néprajzkutató által létrehozott Gyímesi Csángó tájházat említhetjük. Gazdaságból élnek az emberek, ami nem fényes. A gazdálkodás volt végül is azt hiszem az ütő ereje ennek az egész vidéknek, és ebből régebb nagyon szépen tudtak élni. A tájak szépek, a turizmus az segítene, csak mellé kellene állni. Egy kultúrát most megfojtani és magunkból kiirtani a legnagyobb butaság. Hát az egy kincs, egy érték, egy külön világ. Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Antal Tibor katonadalokat énekel. Kísér a Heveder zenekar. Összeállításunk első részét közvetítjük. Gyertek magyar fiúk, kiket szereztünk. Kiket szerve, kumisz ruhát viseltünk. Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek. Most válik el, babám, mit él a magyar gyerek. Gyímesbükkön Salamon József plébános úr a lelki gondozója a római katolikusoknak. Hány éve pásztorolja ezt a közösséget, plébános úr? 2004-től vagyok itt, 12 már eltelt. Azelőtt hol volt a szolgálati hely? Gyergyóroson volt azelőtt Óradnán és Szászrégenben, illetve Ditróba kezdtem a lelki pásztorkodást 89-ben. Engem mindig érdekelt azon a helyen, ahol tevékenykedtem, a háttér, és nagyon szerettem kutatni, hogy honnan jönnek, milyen háttérrel rendelkezik. Hát ilyen szempontból most itt voltam a legtöbbet, 12 éve. Ide érkezve azt kell mondanom, hogy nagyon érdekesnek tűnt az egész. Moldvai származású vagyok, és Kalagor 100 kilométerre van innen. Sok hasonlóságot is láttam, főleg az idősek körében, ami úgy összekötött is. Ez nagyon érdekelt, ilyen értelemben kutató munkát kezdtem. Úgy gondolom, hogy ez eredményes volt, és ezen keresztül rengeteg értékre leltem, meg ugyanakkor sok minden felszínre került. Talán jobban is meg tudom érteni a híveimnek a gondolkodásmódját, akár a mindennapi életükben a tevékenységüket, még a munkájukat, a hitéletet, ami egész életüket betölti. Egy vegyes közösségről beszélgetünk, a magyarok mellett románok is élnek. Hányan vannak a katolikusok? Az arány 40-60, tehát ez a százalék, körülbelül így durván. Végül is a román-magyar közösség, én ezt így mindig kijavítom, és azt mondom, hogy nem egészen így van. Habár a görög katolikusokat mindig a románságban nyomtuk bele, de itt mondhatnám azt is, hogy kivétel, mert Gyímesbükk valamikor a hajdúdorogi püspökséghez tartozott, tehát magyar görög katolikus plébánia volt, és a lelki szolgálat magyarul is történt. Voltak románok is, mondják, hogy a Fogarasi Egyházmegye területéről, görög katolikus területéről telepedtek ide, viszont a beszélt nyelv, tehát a kultúra nyelvük, akár a sematizmus alapján is, amit kiadtak 1914, a hajdúdorogi püspökséget, ott is be van írva, hogy a magyar a nyelvük, tehát magyar nyelven beszélgettek. Nyilván, hogy voltak románok,
is, de egy nagyon érdekes például a Rakotyási kis település 1894-ben, ha jól emlékszem, a kolozsvári státusnál szerepel ez a magyar iskolák létéről beszél, és magyar iskola volt ott is. Most ez teljes egészében ortodox közösség, románoknak mondják magukat, de ott is érdekes. Az idősek még mindig magyarul beszélgetnek, az énekek világában nincsen román ének. Magyarul énekelnek, amit a 70-es években vagy az 50-es évek után tulajdonképpen fertőltötték őket, vagy románosították. És most is, tehát az olyan románok, akik nem máshonnan jöttek, most a regálban más, hát ott magyarul beszélgetnek egymás között. Nyilván, hogy már nagyon sokat romlott a nyelv, és romlik továbbra is, de az alapok az mindenképpen ez volt. A magyar nyelven beszélők megoszlanak római katolikusokra és görög katolikusokra, még ma is? Nagyon sokan a románok nevezett családban magyarul beszélgetnek. Nem merek most százalékat mondani, de nagy százalékban, vagy 60%-nál többen biztos vagyok benne. Görög katolikusok voltak, 48-ban megszüntették, egy páron átjöttek a római katolikus közösségbe, de többségük maradt. Tehát itt a nyelvromlás szempontjából, vagy a identitás szempontjából a kommunista időben nagyon-nagyon sokat romboltak ezen a téren. Főleg miután lecsatolták, Bálka megyéhez csatolták, megszüntették a magyar oktatást. A görögkatolikus Gergely Viktor, aki szépvízi származású volt és tökéletesen beszélt magyarul, a sírja is ott van az ortodox templom előtt, az magyarul van felírva a Viktor név is, vagy a Gergely, habár ezeket utána ott alakítgatták. Meg lehet nézni a görögkatolikus temetőt is, nagyon sok helyen magyar név van, habár románosították, románosítják, a 30-as években folyt ilyen nagy románosítás, és nagyon sok nevet átírtak. Most is vannak a faluban olyanok, hogy az egyik testvér Floárias, a másik Virág, vagy akár Szőcsök, Szucsú, Szőcs, Kalagorba Szócsuk lettek a Szőcsök, az már megint érdekes. De itt Gyimesbükön is vannak olyanok, akik, ha a helyzet úgy kívánja, akkor románul mutatkoznak be, ha magyar érdek kívánja, magyarul mutatkoznak be. Például a római katolikusok között vannak-e ilyen kétéltűek? Nem nevezhetném két értűnek. Nagyon érdekes, és érteni is kell egy kicsit a hátteret. A másik, mondhatnám azt, hogy talán nincs is olyan család, amelyben ne lenne valamilyen formában befolyás, tehát az egyik a másik. Itt vannak, együtt élnek, házasodnak. Itt a gyimeseknek megint egy sajátosságú az, hogy nincsen vegyes házasság. Mindig a férfi vallását követik, tehát ez 95-97%, hogy így mondjam, ez mindig szabály. Felneveljük akár a lányok, ha úgy van, házasságot köt, akkor egyből megy át minden estő, és akkor ott keresztelik a gyermeket, oda tartozik. Ugyanazt vissza is jönnek másik oldalról. Mondjuk a nemzetiségi kérdést piszkálni nagyon, tehát az egyiknek is, a másiknak is megvan a joga, még akár védje a sajátját, ha ezt nézzük, úgyhogy nagyon-nagyon össze vannak vegyülve, keveredve, és tudomásul kell venni, hogy akár itt majdnem 100 éven keresztül keményen súlykolták is, tehát egyfelé nevelték. Ami ugye nagyon kevés arányból tudta megtenni akár most a magyar közösség, fertőteni az értékeiben, most irodalmi szempontból, történelmi szempontból, ezek mind kimaradtak. És akár a moldvai közösségnél is ugyanezt látom, nagyon gyors asszimilációnak, amit most tanulni vagyunk akár napjainkban, tehát ez az oka. Mert magyarnak vallotta magát, még magyarul beszélget, de teljes egészében a tudatában ebből kiüresedett. Ha ezt elveszíti, akkor nincs, ami megtartsa. Együttélési problémák vannak? Nem mondhatnám, hogy vannak, ha nem piszkálják. Nagyon elterjesztették azt, hogy román nyelv nélkül nem lehet érvényesülni. Akár a moldvaiaknál is ugyanez volt. Hát a Romániában élünk, akkor már románok vagyunk, tehát összemossák a nemzetiségi dolgokat, az etnikumot, meg mindent, tehát a Romániában, akkor mindenki román. Nem is tudják megvédeni magukat, ezt hallja már óvodás korától kezdve felnőtték, tehát én sajnálom ilyen értelemben, mert legtöbb ember áldozata lett ennek az egész rendszernek, ami tehát nagy butaságnak tekintem, és el is szoktam mondani, és mondogatom azt, hogy valóban egy kultúrát most megfojtani, és magunkból kiírtani a legnagyobb butaság. Hát az egy kincs, egy érték, egy külön világ. A maga hozományával és kincsével és múltjával együtt. Hát ez egy fantasztikus érték, amit csak úgy egyszerűen belerugunk, vagy egyszerűen elzárunk, vagy elferdítjük az egészet, ami nem igaz. Gyimesek ilyen szempontból rengeteg értéket hord magába. És ezeket folytják. Volt az egyik kolléga, moldvai részről feljött, és hát akkor hozzá kezdte, hogy
Erdélyben nem szolgálja ki a románokat, és ehhez hasonló. És akkor elmondtam, hogy hát Moldvában mit szolgálnak? 500 éves kultúrát, meg a többit még most is folytják. Hatalmas nagy vesztesége, akár Európának, akár a népeknek és kultúra szempontjából, az értékek szempontjából. Sajnos a nacionalizmus, vagy ennek a betegsége sajnos még mindig él, és kár, hogy ezeket az értékeket engedjük, vagy kicsúsznak a kezünkből, elveszik sokszor erőszakkal. Plébános úr, olyan jelenség van-e itt Gyimesbükkben, hogy vallásórára ugyan jár a magyar gyerek, de román tannyelvű iskolában tanul tovább? Rengetegen, nem egy-kettő. Hát itt 9 iskola volt, van a Gyimesbükk területén, 2-ben van magyar oktatás. Mi hittanórára bejárunk, magyarul tartjuk a hittanórákat, tehát ennyi, amit úgy kapnak. Azon kívül minden vasárnap Szentmise van, ott van megint magyar nyelv, hittanórák, még szoktunk különböző rendezvényeket, akár műsorokat készíteni, és akkor ebbe bevonjuk az ottaniakat, de kevés. Érdekes mondjuk ezen a területen is egyik másiknak a véleménye. Vannak, akik hidegségről, vagy akár középlokról jönnek le, nem beszélik annyira a román nyelvet, és az ottani magyar anyuka, vagy akár most a 3 kuti anyuka idejön férhez, és román iskolába iratja a gyermekét. És ezt azért, mert érzi itt a kiszolgáltatottságát, hogy nem tud érvényesülni, nem tudja annyira beszélni a nyelvet, és akkor, hogy legalább a gyermeke tudjon érvényesülni. De nagyon komoly a gond ilyen szempontból is, mert vannak konkrét esetek, például, hogy be kell menjem Kománfalvára, Komanestre, vagy akár Ónestre, az ügyeiket rendezik, mert oda tartozik közigazgatásilag, és nem tudja beszélni a nyelvet, vagy az a mezőgazdasági támogatásokkal rengetegen mind befelé kell menjenek, és nem tud érvényesülni, nem tudja előadni a panaszát, nehézségét, kérését, vagy akár saját maga ügyét képvisel. És olyan is van, hogy valakit megfogadott, és napszámot fizetett neki, hogy ott legyen vele, vagy akár bankszámlát nyitni, még a többi, mert oda kérték. Ezek mind kiszolgáltatottság, és érzi azt, hogy valóban szüksége van, hogy ezt ismerje. Azért nem is volna baj önmagában a nyelvet ismerni, csak itt erre még rájátszik a politika, hogy román iskolába kell iratni, hogy megtanuljon román, hát a magyar iskolában is van román óra, tehát ezeket, ha komolyan veszik, akkor ott is meg tudnak tanulni, de általában megvannak az úgynevezett akár embereik, akik házolnak, vagy beiratják, vagy oda csalják, és így elég sokan esnek áldozatul. És a másik dologon 60-as évektől egészen 90-ig szintén csak román iskola volt, ehhez is oda szoktak. De érdekes a helyzet, hogy a magyar tannyelvű iskolában tanuló gyerekek románból jobban teljesítenek sokszor, mint a román tannyelvűben tanulók. Nyilván, tehát magyar iskola az semmivel se hátrányosabb, sőt, többet nyer, és nekik ilyen szempontból veszteségük van, mert egy olyan kultúrát temetnek el, amiben az őseik, az elődeik felnőttek, és teljes egészében egy másikban megy át, amely egy új világ, amit akár politikum, vagy maga az ország, a többség nyom rá, de a saját maga gyökereit ezzel elvágja. Mindegy az, hogy akár román, akár a katolikus, akár ortodoxul, vagy görögkatolikusul legyen szó. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Milyen a hitélet itt Gyimesbükkön, Salamon József plébános úr? A hitélettel kapcsolatban sok mindent lehet mondani. Bekapcsolódnak, tehát az ünnepeink, mondhatnám, hogy telt házzal működnek. Nagyon szépek akár most is a karácsony, vagy nagyon szép a húsvét. A nyári időben van egy kicsit, tehát nem mondhatnám kívülről a templom, de akkor kimennek hegyre a kalibák, a gazdálkodás, akár a szénacsinálás időszaka. Ilyenkor egy picit úgy érződik, de rengeteget dolgoznak. Azért a mindennapi életükből a hit és maga az Isten Istennel való kapcsolat, az nem hiányzik. A katolikus vidékeken megvan az úgynevezett nőszövetséghez hasonló rózsafüzér társulat. Az egész Gyimes völgyében több mint 2000 tagja van. Minden egyes ilyen csoportban 20-an vannak. Tehát itt csak Gyimesbükkben van 32 ilyen csoport, sőt most 33 kis gyermekek is egy ilyen csoportot hoztak létre. Tehát ima csoport tulajdonképpen, a hittitokról elmékednek, egy 5 perc ima tulajdonképpen, amit felvállalnak.
Nyilván, hogy a mai kor és ezek a kihívások azért mélyíteni kellene, tehát jobban tudatosítani, nem csak ez a régi megszokott állapot, hogy majd magával sodorja ugye a közösség, hanem a mélységet kellene vinni, és ezen fáradozzunk, vagy szeretném, hogy minél jobban ezeket úgy tudatosítani. Plébános úr, milyen a születések és a temetések aránya? Egy pár éve úgy majdnem egyenlő volt. Tavaly 42 temetésünk volt, és 34 keresztelés. Már kevesebb a keresztelések száma, de a kereszteltek között vannak, akik Magyarországon élnek, tehát onnan is nyugodtan még azt a négyet le lehet venni, hogy 30 körül vannak, akik itt maradnak. Jellemző Gyimesbükre az, hogy a fiatalok külföldön vállalnak munkát, és akkor fogy a fiatalság? Főleg most napjainkban ez nagyon beindult, úgy látom. Sokan mennek Európa minden országába, nem csak. De azt hiszem, az egész Gyimes völgyére már jellemző ez. Nagyon sok fiatalunk el van ebben. Nem véglegesen, nem úgy tűnik, tehát főleg ez a szezon munkákra vannak nagyon sokan, azt hiszem a nagyobb százalékban, de vannak, akiknek már szerződésük van, és egész évben ott vannak. Régebben jellemző volt a több gyerekes család a Gyimes völgyére. Ez ma megvan? Vagy most itt is az egyke, a kettő kezd divat lenni? Mindenképpen igen, tehát kevesebbet vállalnak. Van két családunk most is egészen fiatalok, hogy 7 gyermek van az egyikben, a másikén 6 gyermek van, de nem jellemző már sajnos. Miből élnek a gyimesbükkiek? Hát ez a legnagyobb bajunk, és akár itt a gond szerintem a jövőt illetően. A gazdálkodás volt végül is azt hiszem az ütő ereje ennek az egész vidéknek, és ebből régebb nagyon szépen tudtak élni, értékesíteni tudták, akár a tejterméket, akár az állatokat. Most ezeknek nagyon alacsony az ára, vagy kisebb fizetik legtöbbször. Ingázók vannak? Csíkszeredába vagy elmennek? Egy páron vannak, most is bejárnak Csíkszeredába. Butorgyár van, járnak, akkor van egy pár nők, akik olyan rangtelepre mennek, és dolgoznak, ami elég nehéz munka. De fontos a megélhetőség, főleg, hogyha egy-két gyermek van a liceumban, vagy máshova, el van menve iskolába, és bent lakásokat kell fizetni. Ez nagyon nagy megterhelés számukra is. Ilyen szempontból nem csodálkozok, hogy sokan elindulnak, mennek valamára, főleg külföldre, mert a pénz szempontjából még akkor is ott a rabszolga munkát végzik, de elmegy, mert nem tudja másképp megoldani. Plébános úr, a gyimesbükkieknél mennyire jellemző az, hogy ha van alkalom, akkor kalákában meg tudnak oldani dolgokat? Régebb jellemző volt, és tulajdonképpen ezt tartotta össze a közösséget. Ma is van, és csodálom, nagyon szép mintája akár a kalákának ez a szerbejárás. Van most az egyiknek 5 tehenek, másiknak 2, a harmadiknak 1, és akkor így osszák be magukat, de a termék minden az övé. Maximálisan oda kell figyeljen, hogy az övé legyen, tisztán dolgozza, mert azt ő viszi el. És a következő napon, akinek 2 van, 2, akinek 5, tehát arányosan el is osztódik, de ugyanakkor maximálisan oda figyel, és ugyanakkor gondozza az állatokat. Van még ilyen, akár a munkálatoknál meg szoktam kérni most egy kerítés, vagy akár kaszálás, vagy favágásba bejönnek. Vagy templomunknak 2010-ben a belsejét felújítottuk, volt egy csapat, akik felvállalták ezt, de rengeteget jöttek, segítettek. Tavaly előtt is olyan 800 000 munkanap kalákában bejött a közösségben, és ez hatalmas nagy segítség, hogyha csak arra gondolunk, hogy ezt meg kellett volna fizetni. Régebb ez működött, sajnos, hogy ez is már visszaesett, és kihaló félben van. El kell menni katonának messzére, itt kell hagyni a babámat, nincs ki. Serlegény barátok, éjjel a világidot, véle nem bánok. Itt Gyimesbükkön egy gyönyörű szép templom van a főút mellett, mellette egy új rendezett plebánia épület.
Mikor épült ez a templom? 1974 és 76 között, illetve már 1926-ban tették le az alapkövét, és 29-ben már megöntötték az alapját, és 74-ig ezt nem sikerült felépíteni. György Lajos atya volt akkor itt, alfalvi születésű. Utána jött László Sándor atya, aki szintén az anyagokat gyűjtögette, próbálta beszerezni, de Dani Gergely atya volt az, aki cserélt tulajdonképpen László Sándor, ő ment tekerőpatokra, és tekerőpatokról jött ide Dani Gergely atya, három szék szülöttje, Leményben született. Nagyon nagy akaraterővel és céltudatosan tudta szépen vezetni a munkálatokat, az engedélyeket kiváltani, és rövid három év alatt felépítették. Tulajdonképpen 74-ben áprilisben kezdték el a munkálatot, az építkezést, és már 76 októberében felszentelték. Csoda, hogy abban az időben megengedték, hogy templomot építsenek. Külön legendák és külön történetek vannak e körül. Én egy könyvbe összefoglaltam, amit összegyűjtöttem részben a faluból, még akár a domos históriánkból, amikbe voltak jegyezve. Valóban nagyszerű példája megint a Kalákának, hogy tudta mozgósítani a híveket. Hatalmas nagy áldozatot jelentett akár részéről, de a hívek részéről is. Volt, aki akár a lova árát adta, meg ehhez hasonló nagyobb összegekkel járult hozzá a templom építéséhez. Hány férőhelyes? Úgy tudom, hogy 700 körül van, annyian tudnak leülni. Most volt ősszel a templom felszentelésének a 40. évfordulója, és annak kapcsán itt egy négy dombor művet állítottunk, még a Dani Gergely atyának a sírjára is, a szüleiről, akik megszülték, mert 20 gyermeket szült az édesanyja. Tehát ezek a dombor művek is megvannak. Márton Áron püspök atya annak idején innen indult 49-ben a Lóháton Csíksomlyóra. Ugyanakkor Majláth püspök atya rengetegszer járt itt a kontumácnál az 1000 éves határa, most 100 évvel ezelőtt ugye történt az első világháború, még 17-ben misézett is itt a határ őrségnek és a katonáknak, akiket ide kivezényeltek. Jakab Antal püspök atya szentelte fel a templomot, áldotta meg, sőt a munkálatokat is irányította, meglátogatta. Bálint Lajos érsek atya itt nagyon szerette, főleg most a halála előtti időszakban sokszor kijött és itt pihengetett. Bálint Lajos érsek atya ajánlására is került ide Lukácsovics Magda, a festőművésznő, ki most München mellett van egy öreg otthonban. Hácák úr itt volt, képviselte ebbe az évben ezt az ünnepséget, és fel is szólalt, és egy-két történetet el is mondott a akkori építkezéssel kapcsolatban. Az ő műveit láthatjuk a templomban. Mondhatnám azt, hogy a 70-es években az első tulajdonképpen ilyen méretű templom Erdélyben, ami felépült. A másik érdekessége, a második vatikáni zsinatnak az előírása szerint rendezték be, tehát ami a szembemiséző oltár, akár a keresztelőkút, a szószék egészen előre van hozva. A tabernákulum nagyon ragaszkodtak, hogy a helyi itt a vidéknek a terméséből vagy termékéből tudják ezeket felépíteni, akár a padok, az erdő, de ugyanott van a travertinkő, borszéki kőből van az oltár, és ezek a keresztelőkút, a tabernákulum, illetve a szószék is, tehát üzenete van. Fény, ami beáramlik az ablakokon keresztül, megint az új korszerűt is jelképezi, vagy jelenti az Istennek a kegyelmét, akár a ránk való irgalmának a kiáradása, szeretete, a Szent Ige, még a többi. Tehát az a világosság, az egyszerűsége a templomnak, ez sokan megcsodálják. A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Megvannak a két fő mű, amit alkotott 1975-76-ban. Egy különlegessége a népviseletnek a bevitele ezekre a freskókra. Tehát ott van a székely, még a csángó népviselet abban az időben, amikor a falurombolás, még a többi, tehát mindenképpen ezeket szerették volna eltüntetni. És pontosan ezt vitték be is modern ilyen szempontba, maga a szentsége, a szakralitása, maga a mindennapi életünkben, az embereknek az élete, akár a népviseletünk, a hitünken keresztül megszentelni a mindennapokat. Nagyon nehezen fogadta el a közösség abban az időben, mondják ezt,
főleg modernre dolgozott a művésznő Lukácsovics Magda, és egyik másikat felismerték, hát most felkerült a falra, most Y, amit keresott, mikor tudták az előző életét, vagy ismerte mindenki. Régebb hozzá voltak szokva valamelyik szentünk, vagy nagyunknak a képmása van, most pedig egy hétköznapi valaki kerül oda. Na de most nagy, igen, az értéke, igen, tehát egyedi. Ilyen szempontból mindenképpen, mert a templomba belépülünk, nagyon szép annak is az üzenete, a megbékélésre, a kibékülésre, Istennek az áldozata is, akár a készfogásban, vagy akár egymásnak az átölelés, ami látható a festményen, embertársainkkal megbékülve úgy lépünk az úroltárához. Orgona szó van a szentmiséken? Igen, Angster orgonánk volt, az egy kisebb orgona, azt felvittük a Bükki templomba, és itt Svájcból 2006-ban kicserélték az orgonájukat az egyik településen, és nekünk ajándékozták, azt építettük fel. Hát sajnos ez is komoly javításra szorulna, de hát egyelőre most ezekre még alapok nincsenek. Régebben énekes közösség volt a gyímesi. Ez mennyire látszik a szentmiséken? 45-46 évig volt itt egy kántor, a Koncsak László. Most egy új fiatalt alkalmaztunk, a Tanko elődött, aki középloki származású, és nagyon jó hangja van. Most ő besegít az iskolába is, az ének tanítása, még földrajza történelmet tanít, mert itt sajnos az anyagi hátterét nem tudtuk annyira biztosítani, amíg megoldódik ez, addig ott is tevékenykedik, de nagyon szeret énekelni, jó hangja is van, és reméljük, hogy ezt egy kicsit most fel tudjuk hozni megint. Minden évben van a főesperőség kerületünken belül az énekkaroknak a találkozója, mint mindig a húsvét után első szombaton van. Van a farsangi ünnepségünk, amit a nők szerveznek, ezt a rózsafüzér társulatosak, de mindenképpen ez a kis csoportok is, és akkor ilyen kis színfoltjaként mindenki bekapcsolódik. Nem egyházi énekeket, inkább most a világi énekeket is, hogy szépen úgyból megtanulni. A toronyban hány harang szól? Három harang van, van egy 800 kilós, van egy 400 kilós és egy ilyen 200 kilós harang. Délben igen, divat itt a harangszó? Háromszor szólal meg, mindig 12-kor, reggel 6 órakor és este 7 órakor szólal meg mindig. De nem csak itt, hanem a többi templomnál is. Meg van akár a Kontumászon az 1000 éves határnál is, ez be van állítva, sikerült ott is elektromos felszereléssel beindítani, és hát ott a végén is mindig megszólal reggel, délbe, este a kis csengettyű. Parangunk. Este későn megfújják a trombétát, lefeküdni készülnek a regóták. Lefekszik a busz regóta, aludni nem tud, fáj a szíve, hogy ő kimenni nem tud. Merak a szárnya kapuját, kettős posztálya, regótának ott kimenni nem járja. Gyimesbükkben Bilibok Ágostonnál járunk, foglalkozását tekintve vasútas, és nevéhez fűződik az őrház is. Megmaradt a nyugdíjazásom után is, hát kötelezett vasútbarátnak. Hát az ember a szívem mélyén mindig az marad, ami volt. Igen, igen. Ez a nagy szeretet a vasút iránt, ez honnan jön? Visszaléphetek egészen csecsemőkoromig, az a nagy vasút itt megy el a házunk mellett. Túl volt a szülői ház, és Módva Györgyöt idézve még a bölcsőbe megcsapott a mozdony füstje. 1940-ben a második bécsi döntéssel visszakerülünk az anyországhoz, és űr keletkezik. A román vasutasok elmennek, javarésze mind regáltiak voltak, az ókirálságbeliek, és ide jöttek anyaországiak. Ugye kiterjedett az első bécsi döntéssel, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, és bizony az a maroknyi kicsi Magyarország nem volt honnan egyből 3 év alatt annyi vasutas termeljen, amennyi szükséges lett volna a vasútvonalakra. Hát az erdélyi rész az került vissza, persze aztán később a délvidék is, és anyaországi vasutasok jöttek ide. Na most már, mindazokra a funkciókra, beosztásokra, ahová kellett érettségi, azok anyaországiak jöttek, és az alacsonyabb beosztásúaknak, például pályaőrök, váltókezelők, előmunkások, mit tudom én, micsoda, azokat igyekeztek helybéliekből is verbúválni, írni, olvasni tudok helyiekből.
Létesítettek egy rövid szoktom folyamot, ahol a legellemi dolgokat el kellett sajátítsák a pályőrök. Így kerültek az én szüleim a 24-es számú őrházhoz, az innen olyan másfél kilométerre volt Csíkszereda irányában. Ők fölváltottak egy besenyei család, idősek voltak már, nyugdíjasokat hoztak anyaországból, őket váltották fel szüleim. Én bizony, amikor a szüleim kint voltak, odalopózkodtam a telefonhoz, levettem a kagylót, fülemhez tettem, és ezerféle hangot átindukálódtak a telefonhálózatból a beszélgetések, de hát nem lett volna szabad, hogy én ezt csináljam, mert én lakasztottam a kagylót, ha csengettek volna, akkor persze nem csengett volna a telefon, vagy fent a harangotető. Édesapám később 43-ban váltok az előle gyímesen, édesanyám még folytatta a pályaőri szolgálatot, és aztán én 1950-ben gyümös felsőlokon kerültem az úgynevezett Gyorgyi Gyorgyiu Dézs vasúti szakiskolához. Ott voltam 2,5 évet, volt egy bizonyos időszak kiesés, 1954-ben a Madéfalvi vasúti csomóponton kerültem a kocsivizsgálói egységhez, kocsijavítónak. 3,5 évig robotoltam a kozbas a mocsokba, s higgyék el, nem öntelek voltak, mint amilyenek az utóbbi 10 évben, hanem nem voltak ritkák 35 fokos hidegek se. És most meg vagyunk ijedve a mínusz 15-től is. Nagyon meg vagyunk. Utána végeztem egy 8 hónapos kocsivizsgáló iskolát Brassóba, 10 évig voltam kocsivizsgáló, 1970-ben felvételiztem egy műszaki tiszti képzőre Brassóba, 2,5 éves volt, és elvégezte után kerültem Madéfalváról műszaki tisztnek, tehát seddetúra, váltásvezető, és később lóvészre is. Nagyon szerettem a vasúti hivatás mindenféle fajta szigorúsága létére. Nagyon szerettem. Mert biztos, hogyha ne szerettem volna, azt a sokféle kacatot nem gyűjtöttem volna össze, mindaz, ami ott az őrházban van, és itthon még egy rakás. Mi látható az őrháznál? Voltak, akik azt mondták, hogy Guszti, te túlságosan is konzervatív felfogású ember vagy. Én nagyon szerettem a történelmet, és nem csak a vasútit, hanem nemzetemnek a történelmet, és a globális történelmet is. Mai napig is nyúzom egyfolytában, tévébe, könyvbe, ahol olyan, mit kapok. Arra helyeztem a hangsúlyt, amiket tudtam, hogy veszendőbe mennek, meg nem őrzi senki. Sajnos azt kell mondjam, hogy országunkban még most is nagyon ott lent az anyaföld felszínén valamennyivel van, ami a vasút története iránti tiszteletet illeti. Összegyűjtöttem elég sokat. Utoljára, talán az ősz folyamán, kaptam egy 3 kerekű hajtókat. A pálya felvigyázók a vonalat jártak be vele, hát egészen a horvát határ mellől. Meg volt ígérve 2 évvel ezelőtt, csak hogy körülményes volt az elhozatal, mert azt nem lehet egy táskába elhozni, vagy egy hátizsákba, van vagy 70 kiló, akárhogy vesszük, 3 kerekű vasúti járgány. És gyimesén egy vasárnap délután vasúti rallit tartottunk vele, az egyes vágányú jóváhagyással, oda meginvitáltam az aktív vasutasokat, és volt nyugdíjasokat is. És aztán visszakerült az őrházba, ott van. Van még egy antik tárgy, amit nagyon nehéz körülmények között szereztem meg, egy olyan egykori őrházon lévő távközlési eszköz harang, úgynevezett Krammer típus, Németországba gyártották annak idején őket, rakták azt egy őrházra a magyar keleti vasútvonalára, és sikerült a tulajdonos beleegyezésével leszerelni, és elhoznom ide. Nehéz volt ezeket a tárgyakat összegyűjteni? Vagy amúgy is az enyészeti váltak volna? Enyészeti, de voltak azok a szép, kivitelezésű távirda készülékek, nem sikerült egy olyant megszerezni. Pénzért sem? Egyáltalán. Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Zöme a tárgyoknak innen van a gyímesekből? Gyűjtöttem Kosztancán kikötőbe, ami a kocsitáblákat illeti. Gyűjtöttem Nagyszalontán, gyűjtöttem Szucsává,
Előre bocsátom, hogy Romániának nem volt se mozdonygyára, se vasúti kocsi gyára, mindaddig, amíg Erdély nem jutott a tulajdonába. Aradon létrehozták az aradi Vajcer János féle gyárat, megvásárolta a román állam, és Resicán létesítettek egy mozdongyártó részleget német segítséggel, licenc alapján gyártották őket, és képzeljék el, hogy annak a mozdongyártó részlegnek egy olyan részvényese is volt, mert volt a komoly német részvényesei románok mellett, Hermann Göring birodalmi marsalnak egy nagyon közeli rokona is. És aztán a háború után, az 50-es évektől kezdődően fellendült Romániába a vasúti kocsi gyártóipar, és akkor aztán kezdtük kivonni a régi gyártású kocsikat. Én amikor 54-ben vasúthoz kerültem Modifalvára, a vasúti kocsiknak 85%-a mind idegen gyártmányú volt. Minden kocsit a gyártó cégek elláttak egy kicsi kocsitábla. Lehetne mondani emblémának is, a különböző formájuk voltak, és én szolgálati feladatként kaptam én is kiselejtezésre. Azok a kocsitáblák néha annyira koszosak voltak, gondoljunk bele, a legelső 90 évvel azelőtt volt gyártva, minden harmadik évben újra festik, csinálnak általános javítást, hogy alig látszott, mert a kocsinak a gyártási évszámát a bárcába be kellett írni, a kiselejtezővel. És én akkor rákaptam, ha láttam, hogy annyiféle, elkezdtem leszedni ezeket. Meg kell mondjam őszintén, hogy elég sok negatív jelzést kaptam ilyenekért. Aztán 90 után rengeteg sok vasúttörténeti dologra szertettem. Kerültek külföldi ismerősök, Svájc, Németország, Magyarország, most később Szlovákia, Délvidék, Ausztria, és rengeteg sok vasúttörténeti, nagyon értékes dolgokat kaptam tőlük, ami a vasúti lektúrát illeti. Én autodidakta módon fejlesztettem magamot ebből a szempontból. Ha valaki valamilyen tárgyat felajánlana, szívesen fogadná? Nagyon. Vagy attól függ, hogy mit ajánl fel? Nagyon szívesen. Még gyerekkoromban elkezdtem gyűjteni hadtörténeti tárgyakat. És háború után, ugye Gyimes völgyéből a védők el kellett meneküljenek a legszükségesebbekkel. Rengeteg sok minden maradott, kezdve Gyimes felsőoktól Gyimes bükki, és sikerült egy rakás olyasmit is összegyűjteni, azok ott vannak a bunkerébe az őrháznak. Az őrházzal kapcsolatosan el kell mondjam önöknek, hogy nagyon sok időn át, sőt, még az elmúlt évben is látogatóknak a szájából hallottam, hogy na hála Istennek itt vagyunk az egykori vámháznál. Mert nagyon szép illusztris kiadványuk Magyarországról úgy tálalták, hogy az öreg Rákóczi várnak a zajában még áll romokban az egykori vámház, és a sarkánál ott van az ezer éves határt jelző kőhalom, amiből egy árva szó se igaz, mert nem volt legelső sorban vámház, nem állt romokban, és az a korona utánzat, az kérem szépen csak hasonlít az egykori határjelekhez, de hát nem ezer évesek. 1900-ban kezdték telepíteni őket a közös román-magyar határon, a hármas határtól Dorna-Vátránál kezdődően egészen Orsóváig. A véletlennek köszönhetem, hogy egy olyan dokumentumhoz juttam, egy nagyon kedves udvarhelyi ismerőstől, ahol a határjelek Békási szorostól Petrozsényig mind az egészben vannak jegyezve. Mi lesz azokkal a tárgyakkal, amelyek itthon vannak, vagy még nincsenek az őrháznál? Ott már annyira zsufolva van. A falak tele vannak egykori felvételekkel, felnagyított képeslapokkal. Én szerettem volna megvalósítani egy olyan vitrinszerűséget, ahol a vasúti lektúrának a komolyabb dolgait, annak a szekrénynek az alja tele van ilyesmikkel, nincs hova rakni. Ez az őrház a 30-as számot viselte. Modifalvának kezdődött az egyessel, végződött a 30-assal. A Sziszi szobáról ejtsünk még néhány szót. Mi lesz ennek a sorsa? Mert én úgy tudom, hogy Sziszi nem is járt soha ebben a szobában. Sziszinek készítettek halála után egy évvel lóvészén az alagút közel egy emlékművet. Gondolták, hogy ha esetleg ide is elkerülne, egy egyszerű csángóháznál szállásolják el, ahogy voltak akkor, de ha szerény körülmények között is egy megfelelő épületben. A szobát a két világháború között a vasút vezetősége, mondjam úgy, hogy az akkori állomásfőnök Gödri István
protokollszobának használta, abszolút rendben volt téve. Dekoráció a mennyezetén van stukkózva, a falak olívazöld mázolásúak, tagolva vannak oszlopokkal, az oszlopokon korintusi oszlopfők vannak. És ma ott mi van? Semmi, abszolút. Csak így pusztul le? Nem használják semmire? Nem használják semmire. Hát egyébként az állomás épülete is lakik egy forgalmista, benne egy ellenőr, forgalmi iroda, pénztár, és a vasúti rendőröknek egy iroda. Ennyi az egész. És a többit mire használják? Semmi. Üresen állnak. Kelet felől, észak-kelet felől, dörögnek a nehéz ágyuk. Ez a huszár, ez a nyalka huszár, mégse szállott le lovárok. Szállj le, huszár, piros pejlovadról, véret folyik a nyereke. Nincsen itt az öreg édesanyád, kibe kösse sebeidet. Mondta az Zoltán, gyimesbükki lakós, vállalkozó. Milyen itt élni a gyímesekben? Mennyire könnyű egy vállalkozónak? Nem könnyű, mert szegénység van. A gond, a megélhetőség, gazdaságból élnek az emberek, ami nem fényes. Még külföldre vándorolnak, azok jobban, de ugye egy évben kétszer jönnek haza, az nem nagy buli. Sok a vállalkozó? Mernek vállalkozni az emberek? Mernek, de nem annyira. Attól függ, mibe, mert mindenki az üzleti szempontot nézi ide. Hogy termelni, az gyengébb. A fa, az dominált, de annak nem sok arra vége. Sok a gáter itt a gyímesekben? Man kezdtek fogyni, de még van. Több kis üzlet is működik. Mennyire jelentenek konkurenciát egymásnak? Üzlet van, mert ebbe láttak többen megélhetőséget, de ez nem hosszú távi szerintem. Mert a pénz gyenge, és konkurencia az van benne. Próbálnak versenyezni az emberek. Ilyen nagy külföldi üzletlánc hálózatokat nem láttunk. Ezek nem jelentenek konkurenciát a kis üzleteknek? Hogy az itteni vásárlók elmennek esetleg Csíkszeredába, vagy bemennek Kománfalvára, Bákóba? Van, akik mennek, de mindenki nem engedi meg magának. Ugye kell autó, minden, gazdas költség. Nagyobb üzlet, én úgy értelmeztem, hogy ezért száz üzletet akarnak vidéken nyitani. Ami van, egy pár településen, Csíki medencében megvan. Aztán itt lesz, nem tudom. De konkurencia akkor fog lenni. Mi tudná fellendíteni Gyímesbükköt? Mi kéne történjen, hogy egy kicsit jobb legyen itt a vállalkozók, az itt élőknek az élete? Hát a tájak szépek, a turizmus az segítene, csak mellé kellene állni. Komolyabban. Van, aki foglalkozik vele, én is többek között, de abból még nem lehet megélni. Mindig ugyanazok jönnek, vagy mindig cserélődnek a vendégek? Vannak visszajárók, de cserélődnek. Pünköstkor visszajárók. Még nyáron 2-3 Norvégia, de cserélődnek. Télen jönnek a turisták? Szilvesztér, azután kalap, semmi. Télen nem szeretnék megmászni a Rákóczi várat? Ebben a nagy hóba? Nyáron is nehéz soknak. Én voltam túrára többször, de nehéz. Nincsenek szokva az emelkedőkkel az emberek. Különleges igényekkel érkeznek-e a turisták? Mert gondolom, hogy többé-kevésbé csak felkészülnek, hogy hová jönnek, mi ennek a településnek a nevezetessége, vagy olyanok jönnek, hogy itt kezdenek el csodálkozni, hogy jé, itt van az őrház, itt van az 1000 éves határ, meg Rákóczi vár. Sokan azt se tudja, hogy hol volt, mi van, még sajnos itt a környékekről sem. Az idegenek persze nem tudnak sokat. Aztán a különlegességgel jönnek, hegyet nem láttak, csodálatos nekik. Össze tudnak dolgozni a vállalkozók a turizmusban, jövőt látók? Vagy mindenki úgy el van magának, örül, hogyha ő meg tud élni belőle? Volt szó, hogy összedolgozni, de nem jött össze. Mindenki magának. Régebben jobban működött ez az összetartás? Hát szerintem igen. Az emberek másképp voltak. Van egy olyan éve, kettő, nagyon megváltoztak az emberek. Miért? Mindenki hajt a pénzre? Fogalmam nincs, lehet a pénz. Azt mondják itt az emberek, hogy az utóbbi időben nagyon megindultak a fiatalok külföld fele. Milyen jövőt lát Gyímesbükknek, hogyha a fiatalok elmennek, és nem biztos, hogy mindenki visszajön? Olyan, mint Kóstelekben, olyan, mint Háromkuton, egy elszigetelt faluk. Gyímes még nincs odajutva, de mit tudom én, 50 év múlva lehet odajut, ha a fiatalok elmennek. Ma utánpótlás, kalap, nincs. Mi lesz a sok szép épülettel? Mert például most itt a vonatállomás előtt beszélgetünk, mi látjuk azt, hogy lassan-lassan pusztul ez az épület. Ez úgy nem tartozik senkihez? Nem érdek, hogy ezt rendbe rakják? Most csak egy épületet mondtam. Ez a vasúthoz tartozik, amiben van 365 szoba, amennyi nap van egy évben. Sajnos 95%-a üres.
Akkor, amikor építették, meg határállomás volt itt Gyímecsben. Hát az volt, fele volt a román valami, fele a magyar valami. Lakva volt, vagy el volt foglalva, szerintem 90%-ban. Most fordítva van. 10 van el, 90 nincs. És nem lehetne kihasználni valamire ezeket a szobákat, ezeket a részeket? Ki lehetne, de az a gaz, hogy a vasút, társaság olyan bért kér, hogy nem éri meg. Nem lehet felérni. Én vasutas voltam 10 évet. Én mondtam a galaci vasutas kollégáknak, hogy ki kellene adni azért, hogy valaki tevékenykedjen benne, és tartsa korba, a bérbe. De így nincs, amit korban tartani. Hát olyan sok vonat sem jár már errefele, ahogy én meg tudom ítélni. Régebben, mintha több szerelvén járt volna. A személyi vonat nagyon sok járt. Főleg lentről, Moldovából idáig jött naponta egy 15 vonat személy, 7-8 kocsival. Most jár 3-4 vonat, 2 kocsival. Az nem sok. Ugye utas nincs, ingazi nem járnak az emberek. Milyen tervei vannak a jövőre? Szeretne váltani, valami mással foglalkozni, vagy ez, ha nehezen is, de úgy, ahogy működik ez a vállalkozás? Hát ez működik, de nagyon meguntam. Váltanék, de nem tudom mire. Meg lehet élni, meggazdagodni nem lehet belőle. Ha még meneget, jó lesz, nem mondom, hogy nem, de nehéz. Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Báko megyei Gyímesbükkön készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Nagy Galaci Hajnal iskolaigazgatóval, Diáki András tanárral és Antal Máriával, a tájház gondnokával még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. Fekete szemére, hogy ne lássa senki, hogy hull a magyar huszárkönny. Hull a huszárkönnye a lovaserényé, lovaserényéről megrepereg a föld. Siratadsz galambom, merel leszel felejtve, piros rózsám nem teszek a rezes csákó melejé. A huszárok kengyelben alán székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Ti rátok is felsőt a napnadám a csillagos ége. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Ti rátok is felsőt a napnadám. Vásárhelyi laktanyába hatót utaztam, a csíkszéki százados úr felpattan alóra. Elkiáltja mezőny szavát, menet első század indul, magyar huszár a babádra vissza sosem. Gyere,